25-én volt nálunk a felkelés, ez a szokott módon a vörös csillag leverése, a szovjet emlékmű eltávolítása, a forradalmi szervek megalakulásával indult. Két nappal később zajlottak, mégis meghatározóak 1956. októberének győri eseményei. A kisalföldi megyeszékhelyen alakult meg a Dunántúli Nemzeti Tanács, Szigeti Attilának, Földes Gábornak és Tihanyi Árpádnak pedig több ezer szabadságra áhítozó követője akadt a városban. Tisztában voltak az akkori forradalmiak, az akkori viszonyokkal, amivel nem számoltak senki akkor, hogy ilyen mértékű megtorlás lesz ennek a következménye. Azért hozzá kell tenni, hogy közel 250 ezer ember hagyta el az országot, az ember értelemszerűen fiatalok. Maga a megtorlásnak a nem csak a halálos áldozatok, értjük ide, hanem hát akiket később bűnperbe fogtak. Ez is mint egy 40 ezer, és hogyha kitekintjük, hogy ennek a családtagjai vonatkozóan, akkor ez körülbelül 150 ezer az, aki valamilyen közvetett módon ennek károsultja lehet. A forradalmi hangulat más magyarországi helyszínekhez hasonlóan Győrben sem tartott néhány hétnél tovább, de az 56-os hősök példamutatása máig érvényes, hiszen saját életüket sem kímélve szálltak szembe a kommunista diktatúrával. A vörös hadsereg bevonulásával nem értek véget a forradalmi események. Nagyon hosszan elhúzódó, majdnem, hogy azt mondom, fél évig kvázi kettős hatalom volt. Még a Magyar Szocialista Munkáspárt is időnként a munkástanács tagjait delegálta már a kádári helyi szervekbe. Ha kíváncsiak rá, hogy milyen események zajlottak 1956. október 25-től Győrben, és hogy milyen tanulmányok készültek a forradalom és szabadságharc időszakának történése, kapcsolatban, akkor nem ulasszák el ünnepi híradónk után kezdődő konkrét című műsorunkat.